Változik, modernizálódik a világ, és ennek következtében korszerűsödik az oktatás is. Szerbiában is. Hivatalos felmérés ugyan nincs, de becslések szerint a vajdasági tanítók fele használ már laptopot, számítógépet, kivetítőt vagy interaktív táblát az órákon. A gyerekeknek sokkal vizuálisabban jön le az a tananyag, amit korábban szárazon csak előadtak frontális formában, és én úgy gondolom, hogy ez a későbbiekben sokkal jobban megmarad a gyerek fejében. Az egy tantárgy, egy tankönyv korszak az internet világában lezárult. Ma már az információk szabadon elérhetőek a diákok számára. Ahhoz, hogy ezek meg is maradjanak a gyerekek fejében, a pedagógusnak minél több érzékszerre kell hatnia. Akkor tud jól működni egy ilyen óra, hogyha hosszú távú célokra is tervez, tehát hogy nem csak az érdekesség erejével kell, hogy bírjon egy korszerű óra, hanem azzal is, hogy ez hosszú távú célokat valósítson meg. Kulcsár Sarolta az MTTK mesterhallgatójaként könyvtárban önkénteskedik, gyerekekkel foglalkozik. Több alkalommal tapasztalta, hogy a könyvekből tanult oktatási módszerek kiegészítésre szorulnak. A 21. század nagy problémája az is, hogy a gyerekek nem igazán tudnak csapatban, közösségben dolgozni. És éppen ez a közösségfejlesztés az egyik legfontosabb terület jelen pillanatban, amit fejleszteni kell, és én ezt játékok során, játékok folyamán próbálom megtenni. Az előadást tartományi támogatásból a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, valamint az MTTK szervezte.